Sziasztok, Geri vagyok. A mai videóban személyes tapasztalataim alapján fogok beszélni nektek arról, hogy melyek a leggyakoribb gyűjtögethető kártyák a Yu-Gi-Oh-ban. Tartsatok velem, mert sok érdekességet fogtok látni. Number Axis lapok. Gondolom nem volt nehéz kitalálni, hogy ezek a kártyák is szerepelni fognak a listámon. Összesen 107 összegyűjthető sima számozott kártya jött ki, és ezeken felül még ott vannak néhánynak a káosz formái is. Szinte mindegyikből jött ki reprint, és viszonylag könnyen beszerezhetőek, viszont akadt közöttük ritkább, és a 89-es, valamint a 72-esek különösen ritkának számítanak, mert ezeket csak is kizárólag egy helyen adták ki, és ráadásul a 89-es több 100 euróba is kerülhet, annyira ritka angol nyelven. Metódusok. Ha valaki rászánja magát, simán összegyűjthet minél többet abból a metódusból, ami épp a kedvence, függetlenül attól, hogy milyen archetipus vagy milyen szörny. Ha régebbi metódust választasz, mint például a rituál vagy a fúzió, sok meglepő kártyát találhatsz, amelyeket nem sűrűn látunk mindenhol. Rarityk. Személy szerint én is tartok több mappát is, amelyekben csak is egyfajta ritkaságú kártyák szerepelnek. Lehetőségünk van összegyűjtögetni minél többet abból a ritkaságból, amelyik épp a legjobban tetszik nekünk. Nekem ugye ott van a Ghost Rare gyűjtemény, ami azért igencsak borsos áru mulatság, de van egy Secret Rare mappám is, amelyben mindig találok új dolgokat, és nagyon király őket nézegetni. Szörnyek típusa. Gyakori gyűjtögetés forma az is, ha valaki például kifejezetten szereti a sárkányokat, hüllőket vagy rovarokat. Ezek alapján is szép gyűjteményt lehet összehozni. És így rengeteg olyan kártyát is találhatunk, amelyeket lehet, hogy ezelőtt még nem is ismertünk, és a kedvenc típusunkba tartozik. Veteránlapok különböző kiadásai. Ez már egy kicsit szűkebb forma, mert ezek közül nyilván nem lehet több száz különbözőt találni. Itt arra gondolok például, hogy ott van a Blue Eyes White Dragon, amelynek rengeteg különböző megjelenése volt. És valaki ezeket kezdi el gyűjtögetni. Ez sem valami pénztárca barát mulatság, mert néhány kiadása a régi lapoknak sokkolóan magas értékkel rendelkezik. Artwork összefüggések. A lista végére hagytam a legérdekesebbet, ugyanis rengeteg olyan kártyát ismerünk, amelyek még ha nem is egy pakliba tartoznak, de a képeiken mindig valami hasonló történik, vagy épp egy adott lény vagy egy adott karakter mindig ott van. Ezeknek olyan sok és olyan érdekes fajtái vannak, hogy még mindet én sem tudnám felsorolni. Személy szerint amelyeket én gyűjtögettem, az a Tyrant király csapdái, a Forbidden istenség képsorozata és az Underworld utazás kártyái. Talán ide tartozhatnak a különböző potkártyák is, de azok között is akad szörnyen drága és szörnyen ritka is. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a videó azért készült, mert többetek kérdezte tőlem, hogy mi alapján érdemes egyáltalán elkezdeni gyűjtögetni. Remélem, hogy hasznotokra vált ez a videó, találkozunk legközelebb. Sziasztok!